Kánya Tamás 15 éve járja a természetet. Alkotóbázisa a római part, ahol eleinte kövekből, kavicsokból épített szobrokat, később más technikákkal is kísérletezett. Nekem ezzel jár az anyám egyfolytában. Szóval minden nap, hogy mit lehetne holnap, milyen mintát, mit készítek. Kövekből kezdtem el építeni, ugye egyre kőoszlopokat, volt egy kiállítás, amit kinőtte magát, egy kiállítás lett belőle a római parton. Utána a kövekből ugye elkezdtem úgy köveket egymásra rakosgatni, hogy kiegyensúlyoztam, hogy a gravitáció tartotta meg. Egyszerűen tényleg az ember oda ment, és nem értett, hogy miért nem dől össze. Megcsináltam ebből rengeteget, 2-3 évig. Utána már úgy volt, hogy valami más szeretnék már, hogy valami. És akkor a mandala felé ugye elkanyarodtam, hogy megpróbáltam a mandalát. Mondjuk őszintén szóval nem igazán tetszettek, amiket láttam az int. Van egy-két olyan művész, akinek tényleg gyönyörű szépeket, de általában gyerekekkel szokták ezt készíteni, napközis táborokkal, és most mondjam azt, hogy elégedetlen voltam. Jobbat tudok én csinálni. Elkezdtem, megpróbáltam, aztán annyira rákattantam erre, hogy utána teljesen rabja lettem. Arszpoétikája az újdonság, olyat alkotni, amit még más nem csinált. Aktuális terméseket, különlegességeket gyűjt, a természet kincsei jelentik számára az inspirációt. Amikor úgy jövök el most is, hogy üres kézzel jöttem otthonról, és ahogy végigbiciklizek, mindent, amit találok. Fán, bokor, kinn a mezőn, ráadásul meg szerettem minden héten újakat. Úgyhogy most itt felsorolhatnám, itt minden van szinte. Egy évvel ezelőtt próbált először sárszobrot készíteni. Annyira megtetszett, meg annyira szerettem. Ezt szoktam csinálni, meg a római partra a fővenyre lemegyek, akkor ott még van, hogy délutánonként csinálok mandalákat, de uszadékfából nem nagyon szoktam mostanában, meg kövekből. Valójában azt, amit akartam, megcsináltam. Rengeteg félét, mindenféle kompozíciót, ott már kiéltem magam. Így tovább, ez egy fejlődés volt, a kövekből, kavicsokból, utána volt, hogy mandalá, uszadékfából, most a sárszobor, ami nekem így nagyon bejött. Meg akartam próbálni, ez bennem volt már egy éve, csak én azt hittem, hogy ehhez agyag kell. Én nem fogok agyagot venni, nekem pont az a lényeg, hogy amit találok, megkeresek. Nem mentem ide a Duna partra, itt a Duna szél, ez az iszapos sár, ez. Megpróbáltam vele. Bevált, odaállt be egy fához, oda tapasztottam, elkezdtem formálgatni, tökéletesen lehet alakítani. Szeretem ezt így eltervezget. Ugye nincs meg még az agyam, és ott próbálgatom, hogy milyen díszítést visszabontom, nem tetszik, jobban néz ez ki. Az alkotások egyediek, és csak időkérdése, hogy mikor tűnnek el. Ez a természet rendje. Sajnálni, persze, hogy sajnálom, de hát már megszoktam. Nekem a fénykép a lényeg. Ilyen a természetművészet. Maximum 1-2 hétig maradna meg. De ha mondjuk itt hagyom, nem szedem szét, nem bontom vissza, akkor is elhervadnak ezek a növények, elfonnyadnak. Állatok, hát a madarak valójában a bogyókat, a terméseket, még a mókus is oda menne, hát kiszedni a mogyorot, meg a diót, meg mindent belőle. Úgyhogy én el tudom ezt így engedni. Nekem a fénykép a lényeg. Ennek ez a szépsége szerintem. Hogy itt az erdőben csak valaki sétálgat, és egyszer csak felfedez a fán egy arcot, egy sárszobrot, vagy valami alkotást. Hagyj üljek itt, és itt alkothassak, készítsek valamit. Látod, körbeállatokkal. Rengeteg madár ide jön hozzá, mókusoktól. Én ezt élvezem. Sok érdeklődő akad, akik útközben megállnak a természetművész mellett, hogy pár szót váltsanak vele. És persze figyelik a különleges alkotót és alkotásait. Hogy mit készítettem, azt nehéz megmondani, mi lett belőle. De csak egy indiánszerű valami arc lett, pedig az arc az nem, az inkább egy ilyen eléggé boszorkányszerű, de ahogy földíszítettem, csak egy ilyen indián valami lett belőle. Hú, mindent összeszedtem itt. Végülis itt alul ez itt a tujafának a levelei, trombita folyandárnak a virága, ez a csörgőfának a termése, vadringló, ez az éretlen csipkebogyó, ez is a trombita folyandárnak a magja meg a virága, ez berkenye, platánfának itt van a bogyója, az égerfának a kis toboza, ez is fenyőfa doboz, ez itt pedig a szamárkenyér, lósóska, háttérben ez a zöld, az a kínai keserű fű. Ezt nem is tudom mi, megmondom őszintén ezt. A fogai azok a fenyőfának, a tobozának a kis pikkelyei, a szemgolyó az meg a ostorfának a bogyója. Még itt van ez a
alkörmös, amerikai alkörmös. Ja, meg itt van még ez is, ez pedig a gyalogakácnak a virága, mikor már elvirágzott. Egy ponton az arc mindig megtelik lélekkel. Általában azt megfigyeltem, mikor készítem, és amikor a szemét megcsinálom. Azt többen mondják, hogy a szem, amikor elkészül a szem, a szemgolyó, hogy az ad neki egy ilyen életet.